Fiatal külföldi önkéntesek munkálkodtak a Kozma utcai zsidó temető rendbetételén az elmúlt egy hétben. A festésen és a gyomláláson túl a növényekkel benőtt sírok megtisztításán is dolgoztak. A világ minden tájáról jöttünk, Izraelből, az Egyesült Államokból, Kanadából, Fehér Oroszországból. Azért vagyunk itt, hogy helyreállítsuk a temetőt, kitisztítsuk, ahogy láthatják is, és közben megismerjük a budapesti zsidó közösséget, mondta egy izraeli lány, akinek személyes kapcsolata is van Magyarországgal. Nekem is vannak magyar felmenőim, a dédszüleim a holokauszt előtt költöztek Magyarországról az Egyesült Államokba, tette hozzá. A programot egy non-profit szervezet rendezte, amely az elmúlt években a temető 22%-át már megtisztította. Ez egy óriási temető, ami 77 hektár nagyságú, és Varsó és Budapest vetélkedik hazon címér, hogy melyik a világ legnagyobb zsidó temetője, és hát ez vagy a varsói. A sírkert már majdnem 130 éve üzemel. A bejárat közelében lévő hatalmas ravatalozótól és mauzóleumoktól távol eső részei sokfelé már teljesen elvadultak. A temető több mint 300 ezer ember végső nyughelye. Sokuknak már nincsenek élő rokonaik. A sírjuk így évről évre egyre rosszabb állapotba kerül. Az önkéntesekre ezért még rengeteg munka vár a következő években. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.